A vulkáni tevékenység a természetföldrajzi jelenségek egyik leglátványosabb megnyilvánulása. Természetesen ezt a laboratóriumban nem tudjuk élőben bemutatni, viszont modellkísérletként ennek a vulkáni tevékenységnek néhány elemét látványosan tudjuk a diákok elé tárni. A vulkáni működés több szakaszból, több fázisból áll. A vulkán kitörés első szakaszában a felhalmozódott belső erők a feszültséget, az erőt, az energiát azt egy robbanással juttatják érvényre, és egy robbanással juttatják a felszínre az anyagokat. A vulkáni tevékenységnek ez a robbanásos szakasza igen látványos törmelék és hamuszórással jár. A kísérletünkben ezt ammónium-dikromát hevítésével fogjuk elérni. A vulkáni tevékenység következő szakasza a mélyben felgyüremlett magma, illetve a felszínre jutott láva anyag heves kitörése, heves erupciója, felszínre bukkanása. Ennek az eruptív folyamatnak a modellezésére nagyon egyszerű a háztartásban is található anyagokat fogunk felhasználni. Egyrészt nátrium-hidrogén-karbonátot, közkeletű nevén szódabikarbonát, másrészt ecetsavat, illetve, hogy a kísérlet látványosabb legyen, némi mosogatószerrel, illetve ételfestékkel színezzük meg ezt a keveréket. A folyamat során a lávaömlést egy habos anyag kiáradásával tudjuk szemléltetni, amelyik gyakorlatilag a vulkánkitörés második szakasza lenne. A vulkánkitörés első fázisában tehát azt fogjuk modellezni, amikor a lávaanyag utat tör magának, kirobbantja a felszín anyagát, és hamuszórással, törmelékszórással egy látványos explóziós tevékenységgel indítja a vulkánkitörést. Ehhez először evítjük a vas háromlábra helyezett dróthálót, majd ammónium dikromátot öntünk rá. Amikor kellőképpen felhevült, akkor látványos folyamat során jut a felszínre. A kísérlet során keletkező zöldes színű hamukúp, salakúp képezi a kiinduló pontját ennek a további kísérletnek. A folyamat második szakaszát, a modellkísérlet második szakaszát, ugye a szódabikarbóna, a színes ételfesték, valamint az ecetsav keveréke fogja alkotni. Az ecetsav hozzáöntésével látszik majd a lávaömlésnek a heves folyamata.
ez az erupció követi a láva kifolyása, követi a vulkán kirobbanásának, a vulkáni anyag kirobbanásának a folyamatát.